maga a Sziszterek formáció az abból ered, hogy amit mi a Verával Tapolcán, abban a nagyon pici gyerekszobában, ahol együtt felnőttünk, hogy ezeket a dalokat és maga ezt a kis gyerekszobát így a színpadra és egy ilyen intimebb klubközegbe így beengedjük a kedves közönséget, mert hogy tényleg azok a dalok szólnak, amiket mi tanultunk, mert mi tényleg ilyen autodidakta módon tanulgattunk énekelni, és majd később kerültünk énektanárhoz, de addig is nekünk ők voltak az inspiráló előadók. A Sister Act az ugye egy ilyen tesós fantázia név, vagy ilyen kis fantázia megnevezés, és tényleg megpróbáltunk nem elcsépelt dalokat válogatni, de olyan dalokat, amiket mindenki ismer. Viták vannak, mert tök más a tempónk, tehát kevesen gondolják rólam, de én ilyen nagyon kotta vagyok, hogy nem tudok leakadni egy témára, tehát ha valamin érzem, hogy egy kicsit kevésbé jól megy, akkor nekem az beakad, és egyfolytában azt az egyet akarom nézni addig, és egy csomószor kivannak tőlem, hogy jó, hát, menjünk tovább, szerintünk tovább, ez annyira nem fontos. Igen, én meg mindig úgy vagyok vele, hogy nekem és akkor ezekből szokott lenni, de amúgy meg, ha elkezdünk énekelni, akkor meg már semmi gond. Rossz indulatú energia nincsen. Valamikor semmi más nem lehet, a zenekar játék, és semmi más nem lehet, csak... De tehát ezt látja az jó, de azt hozzáteszem, hogy félig röhögünk akkor is. Tehát folyamatosan röhögünk, amikor csipkelődünk is. A színpadon figyelünk egymásra, testvérek vagyunk, tehát az egy hullámos szól levés, az maximálisan. Egy nézésből, tehát volt olyan mondjuk, hogy én beteg voltam, és nagyon nehezen tudtam énekelni. És azon átvettem az ő részét, és végig toltam az egész koncerten. Egy pillantással segítjük egymást. Hát tesók vagyunk, ugye a tesók a legnagyobb cinkosok a családban, tehát ők érzik minden rezzenését a másiknak. Soha nem, én nem leszek sohasem a játékszeret. Elringattad a szívemet minden jóval. Azért jegeltük a formációt, mert letoltunk belőle egy több éves, nagy sikeres hullámot, és éreztük azt, hogy mi is kezdünk kifáradni, a dalokat is már egy kicsit meguntuk, elfogytuk, illetve a kedves közönségnek szerettünk volna újítani, és ezek azok a szakaszok, ahol nagyon fontos, hogy mi is töltődjünk, meg inspirálódjunk, új dalokat ismerjünk meg. Hey! Ez is benne van a műsorban. Feltöltöttünk annyira, hogy végre biztosan újra tudjuk ezt a színpadon úgy olyan szeretettel, olyan lélekkel előadni, ahogyan előtte is csináltuk, és tudtuk azt, hogy ha már elkezd egy ilyen smötyi belekerülni a gépezetbe, akkor az már aztán nem szabad erőltetni.